I believe that we started off kind of slow. Azt hiszem, mondhatom, hogy nem kezdtünk jól. Sajnos lassúak voltunk az első félidőben, hiányzott a játékunkból az energia, a ritmus. A Sopronnak több sérültje is volt, ráadásul az egyik játékosuk most a meccs alatt is megsérült, minden elismerésem az övék, mert az első félidőben nagyon jól tartották magukat a nehéz helyzetük ellenére is. A második félidőben már jó ritmusban játszottunk, de csak egy félidőnyi játék nem lesz elég olyan ellenfelekkel szemben, amelyek teljes csapattal fognak kiállni, szóval végig úgy kell játszanunk, ahogy azt a második játék részben tettük. First of all, like always, thanks to our fans. Ismételten köszönöm a szurkolóinknak a támogatásukat, akik most is mellettünk álltak, és akkor is, amikor legutóbb Szombathelyen vereséget szenvedtünk. Köszönöm csapatunk egyik vezérének, Aiziának, hogy ilyen kimagasló teljesítménnyel állt ma a csapat élére. Az első félidő kapcsán magam is úgy gondolom, nem volt meg a kellő ritmusa a játékunknak, és a Sopron ezt minden nehézsége ellenére jól le is reagálta. A második félidőben a vendégek nehézségeit már egy magasabb fokozatba kapcsolva tudtuk kihasználni, de nem volt könnyű meccs, gratulálok ellenfelünknek. Jó második félidőnkkel, akarásunkkal, csapategységünkkel nyertük meg a mérkőzést.